A Nosztalgia Parkban az idén is megrendezték a sakkversenyt, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők. A 80-as és a 90-es évek idején Szabadkát és Kalocsát összekötötte a sakk. Ennek az együttműködésnek az újjáélesztésén dolgoznak a játékkedvelői. Fantasztikus volt ez a kapcsolat. Ráadásul a szabadkai Szigma csapatában én vendégjátékos voltam a hosszabb ideig. Úgyhogy arra gondoltam, miután Kalocsán is most úgymond újra élesztem a sakkéletet, létrehoztunk tavaly egy egyesületet, a Kalocsai Sakklubot, és gondoltam, hogy talán akkor meg kellene Szabadkát is keresni ezzel kapcsolatban, és akkor Herényi Zoltánnal vettem fel a kapcsolatot, aki most itt a sakkot rendez, irányítja bíráskorig, és ott remélem, hogy valami elindul Kalocsai Szabadka között. A Nosztalgia Park látogatói inkább az idősebb korosztályhoz tartoznak, akik szívesen emlékeznek a régi időkre. Az értékek sajnos most már nincsenek meg, azok az értékek, de viszont utazhatunk mindenhová, tehát mindenhol barátként fogadtak bennünket. Most sajnos úgy van, hogy nem tudunk eljutni más helységbe. A majálisi ünnepség a mini Jugoszláviában elsősorban a régi értékek megőrzéséről és azok továbbadásáról szól, mondta Olajos Nagy Miklós, a Szolidaritás Egyesület elnöke. Nem idealizáljuk Jugoszláviát, hanem ezeket az értékeket a szocialista Jugoszláviában, hogy megmondjuk, kimondjuk, hogy ezek az értékek ma is érvényesek, együtt élni, nem egymás mellett élni, együtt dolgozni, együtt sportolni, kultúrával foglalkozni, ami illeti a külpolitikát és a többi értékeket. A tavalyi népszámlálás eredményei alapján Szerbiában több mint 27 ezer magát jugoszlávnak valló polgár él. Az Egyesület álláspontja szerint nemzeti tanács létrehozására lenne szükség. Nagyon fontos, hogy megalakuljon a jugoszlávok nemzeti tanácsa. A törvény szerint nekünk erre van jogunk. 1400-500 aláírás kell ehhez összeszedni és megcsinálni. Tehát én szerintem Szerbia minden városában, ott, ahol énnek a jugoszlávok, kezdve Szabadkától, Újvidék, Beográd és más városokban is vannak jugoszlávok, tehát ezt a nemzeti tanácsot meg kell alakítani. A kulturális és sportrendezvények mellett a Nosztalgia Parkban ebéddel várták a majálisozókat, a már megszokott bab és pörkölt főtt a bográcsokban.